Önök közéleti magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Kósa Lajos a Fidesz-KDNP önkormányzati választási kampányának irányítója Szekszárdon találkozott a Nemzeti Oldal által támogatott Tolna megyei polgármester jelöltekkel, képviselőjelöltekkel. A fórumot megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, országos lefedettséget egyedül a Fidesz-KDNP tudott bemutatni, nekik van minden nagyobb városban jelöltjük, ellentétben a többi párttal. Az a céljuk, hogy folytassák az eddigi munkát és fejlesszék a településeket. Összeálltak egy fotó erejéig a Fidesz-KDNP Tolna megyei polgármester jelöltjei és képviselőjelöltjei, valamint Kósa Lajos a párt önkormányzati választás kampányfőnöke, Szekszárdon a Szent István ház udvarán. Célegyenesbe fordult a kampány, jól állunk, összegyűjtöttük az ajánló céduláinkat, fogalmazott Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnök jelöltje a sajtótájékoztatón. Elmondta, hány Fidesz-KDNP által támogatott, vagy független jelölt indul a választáson Tolna megyében. Erre kérjük a támogatásukat a választópolgároknak, összesen ez 44 jelölt, aki néven nevezetten a mi csapatunkba tartozik. Ács Rezső, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje azt emelte ki, hogy neki és a Fidesz képviselő jelöltjeinek a város fejlesztése a céljuk. Azt a munkát szeretnénk folytatni Magyarország kormányával, a Tolna megye önkormányzatával közösen, amit az elmúlt 5 évben megkezdtünk. Nagyon sok előkészített projektünk van, az a fajta együttműködés és kapcsolat, amely a kormány felé megvolt, ez mindenféleképpen arra ösztönöz bennünket, és azt a jövőt vetíti elénk, hogy Szekszárd a következő években jelentős fejlődés előtt állhat. Ehhez kell egy stabil testület, 10 képviselő, én úgy gondolom mind a 10 körzetben nagyon jó jelölt, és reméljük, hogy 10-ből 10-et fogunk nyerni Szekszárdon. Ez pedig azt mutatja, hogy egy egységes testület a város jövője érdekében egységesen tud fellépni és egységesen tud gondolkodni. Az ellenfelekről azért két szót hadd mondjak, nem nagyon látunk olyan egységes ellenzéki erőt, amely hasonlóan egyfelé tudna gondolkodni, mint hogy ezt a Fidesz-KDNP jelöltjei teszik, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran nézhetünk a jövő elé. Kósa Lajos úgy fogalmazott, országos lefedettséget egyedül a Fidesz-KDNP tudott bemutatni. A mi célunk a következő volt. Azt szerettük volna elérni, hogy az országban a magyarok 4/5-e, mint egy 8 millióan, olyan településeken lakjanak, ahol indul fideszes polgármester, és lehet rá szavazni. Ezt elértük, 7,8 millióan laknak olyan településen, ahol indul fideszes polgármester jelölt. Egyébként a támogatottakkal együtt, tehát ahol nem a Fidesz a jelölő szervezet, hanem egy függetlenként van feltüntetve, 1200 polgármester jelöltünk van. Az ellenzéknek pedig durván olyan 300. Tehát az is mutatja ezt a nagyon nagy szám különbséget. Az ellenzék azt tűzte ki célul maga elé, hogy mindenütt, ahol az együttműködés értelmes, ott egy-egyes indulást csináljon, tehát egy kormánypárti és egy ellenzéki polgármester jelölt legyen. Mindenhol, ahol értelmes, ez azt jelenti praktikusan, hogy ott, ahol a települések lélekszáma 10 000 fölött van, ott ugye ott van olyan szavazás, hogy szavazókörzet, kompetenciós lista, ott van ennek az egész együttműködésnek értelme. Na most mi úgy látjuk, hogy ez az együttműködés, ez csúfos kudarcot vallott. A 10 000 fölötti településeknél összesen 28 olyan település van, ahol van bármilyen ellenzéki együttműködés, de egy-egyes indulás nincs sehol. A Fidesznek mind a 160 10 000 fölötti településen van önálló polgármester jelöltje. Ha megnézzük a megyejogúvárosokat, akkor csak 2 megyejogúváros van a 23-ból, ahol egy-egyes együttműködés van, és a fővárosban pedig a 23 kerületből 6. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez az ellenzék összefogás és az együttműködés összeomlott. Kósa Lajos kiemelte, a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a települések fejlesztése a céljuk. Utolsó hétig tovább folytatjuk az embereknek a felkeresését. Most már egy olyan kérésünk van, hogy maradjunk kapcsolatban a választókkal, mert természetesen a választási kampány teljes egészében nekünk az a célunk, hogy mindenhova bekopogjunk, mindenhova elmenjünk, mindenkit felkeresünk, és beszéljünk arról az elképzelésről, ami a Fidesz polgármestereké, nevezetesen, hogy a kormánnyal együttműködve építsük, szépítsük, fejlesszük a falvainkat, városainkat. Ugye az ellenzéknek a kérdésfeltevés az nem ez, hanem az, hogy szavazatok ránk, mert akkor elkergetjük az Orbán rendszert. Én azt látom, hogy ez
ez egy tévedésen alapul. Az emberek nem forradalmárokat keresnek, meg kormány elleni gerillákat a polgármesterek közé, hanem olyanokat, akik gazdája a településnek, építik, szépítik, és azon vannak, hogy fejlődjön a minden település az országban. Tolna megyében október 13-án összesen 184.651-en adhatják le szavazatukat, ebből Szekszárdon 26.892-en szavazhatnak. Egyre többen adtak vért Tolna megyében az elmúlt két évben. Nemrégen Szekszárdon szervezett egésznapos véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A mostani retro véradáson a díszletek és a szakemberek ruhái is a régmúltkorokat idézték. Évtizedekkel ezelőtt használt tárcsázós vezetékes telefon az asztalon, ma már nem kapható magazinok, a falon pedig még ezeknél is régebbi plakátok. Ilyen díszletek várták a retro véradásra érkezőket a szekszárdi vérellátó szolgálatnál. Az orvosok és az ápolónők is hozzájárultak az igazi retro hangulathoz. Ők is a régi korokat idéző piros-fehér pöttyös kendőt kötöttek a nyakukra. A tematikus program köré szervezett véradásra reggel 8 órától volt lehetőségük az önkénteseknek. 6-szor, 7-szer jöttem már véradásra. Nem tudom, kint tudok segíteni, de ez egy jó érzés, ha valakint tudok segíteni. A mostani retro véradás önkéntesei között volt Kovács Gergő szekszárdi énekes is. Fiatal kora ellenére ő is tapasztalt véradónak számít. 18 éves volt, amikor először segített így másoknak. 5. véradásom. Eddig is ugye mindig rendszeres véradó voltam, 18 évesen kezdtem a szekszárdi főiskolán, amikor a hallgatója voltam az intézménynek, és oda települt ki a szekszárdi véradó. És hát ott döntöttem el azt, hogy én szeretnék rendszeres véradó lenni, mert úgy éreztem, hogy fontos. Ez a szlogen is ugye, ami, hogy adj vért és ments meg három életet. És fontosnak éreztem ezt, hogy innentől kezdve rendszeresen csináljam, és most így, ez 2019-re már a 25. alkalom. Jó hír, hogy Tolna megyében szemben az országos átlaggal a véradók száma néhány éve dinamikusan növekszik. Tolna megyében az elmúlt években eléggé állandó volt a véradók száma, 2017-ig körülbelül 10.000-en jelentkeztek évente véradásra, azonban a tavalyi évben 2018-ban több mint 11.000-en jöttek el vért adni. Ennek a jelentős létszám növekedésnek a hátterében nagyon komoly szervező munka áll, amelyet az Országos Vérellátó Szolgálat a Magyar Vöröskereszttel együtt végzett. A véradók számának folyamatos növekedése országosan is példaértékű tendenciának számít. Az önkéntesekre ugyanis nélkülözhetetlen szükség van a műtéti beavatkozásoknál. Ez a 11.000-es véradó létszám így elérte a lakosság létszámának 5%-át. Ez a véradás biztonsága szempontjából már megfelelőnek mondható. Így tulajdonképpen a legfontosabb célunk, hogy megőrizzük ezt a létszámot a jövőben is. A számok dinamikus növekedése mögött, mint ahogyan azaz előbb el is hangzott, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársainak jól átgondolt kampánytevékenysége áll. Hát a 25 év alatt és a 45 év fölötti személyek jönnek nagyobb arányban véradásra. Nagyon fontos célunk, hogy a fiatalokat minél nagyobb arányban megszólítsuk a véradásra, hiszen ők jelentik majd az utánpótlást, illetve hát ugyanilyen fontos lenne 25 és 45 év közötti korosztály nagyobb mértékű bevonása. Hát ebben az évben is megszerveztük az iskolai véradóversenyt. Középiskolákban szerveztünk ki helyezett véradásokat, ahol a 18. életévüket betöltött fiatalok a saját környezetükben, barátságos környezetben, így a barátok között adhattak jó hangulatban vért. Illetve az általános iskolákban pedig a gyermekek szüleinek szerveztünk véradást. Ez azért volt nagyon lényeges, mert így pont azt a 30-as, 40-es korosztályt tudtuk megszólítani, akik kisebb arányban vesznek részt a véradásban. A kampánytevékenység, vagyis a véradás népszerűsítése mellett a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai apróbb ajándékokkal is igyekeznek minél több ember érdeklődését felkelteni az ilyen formán nyújtott segítség iránt. Egy kis csokit, üdítőt mindig megpróbálunk adni, de voltak tematikus véradásaink is, például farsankor fánkot adtunk, vagy lesz boros véradás így a bornapok kapcsán. Aztán rajzversenyt is hirdettünk az általános iskolákban, hogy minél fiatalabb életkorban felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára, illetve a nyári időszakban pedig nyereményjátékokat hirdettünk, volt kétszemélyes vacsorát, strandberépőket, wellness napokat sorsoltunk ki, illetve hát most a következő nagyobb rendezvényünk a szeptember 27-én a kutatók éjszakája lesz, amikor pénteki napon 8-tól 17 óráig itt a Vérellátóban lehet vért adni, illetve hát aki regisztrál az interneten a programokra, az bepillantást nyerhet a Vérellátónak a munkájára. A mostani szekszárdi retro véradáson reggel 8 és este 7 óra között több mint 100
130-an vállalták, hogy segítenek másokon. Ismét elismerte a Virágos Magyarországért eseménysorozat szervező bizottsága azt a munkát, melyet Szekszárd végzett a zöld környezet kialakításáért az elmúlt esztendőkben. A regionális díját adón Ács Rezső polgármester azt mondta, a zöldváros programban még a mostaninál is több növény ültetése valósul majd meg. Amikor régiós szinten történik valami, mi valahol mindig a sor végén szoktunk kullogni, ezért külön öröm számomra, és köszönöm a szervezőknek, hogy elfogadták jelentkezésünket és felkérésünket arra vonatkozóan, hogy itt Szekszárdon kerüljön sor erre az eseményre és magára a díjátadóra. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Virágos Magyarországért regionális díjátadó ünnepségét Ács Rezső polgármester. A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny célja a hazai kert kultúra felkarolása, támogatása és nem utolsó sorban bemutatása és népszerűsítése. Az 1994 óta működő országosan ismert mozgalom részeként évente megközelítőleg 300 település nevez be a hazai megmérettetésre. Az eddigi gyakorlattól eltérően ettől az évtől a szervezőbizottság regionális díjátadókat is szervez. Olyanokhoz is eljutott a Virágos Magyarország üzenete, akikhez eddig nem sikerült eljutnunk. Ez az új kezdeményezés, hogy idén területi fesztiválok és rendezvények keretében van a díjátadó, így olyan emberek is részt vesznek a díjátadókon, akik eddig nem jutottak el. Így sokkal több emberhez jut el a környezetszépítés és az élhető települések üzenete. Idén 333 település jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi településeknek majdnem 10%-a részt vett ebben a versenyben, ami nagyon jó aránynak mondható. Azért gondoltuk, hogy idén egy nagy regionális díjátadó helyett 6 területi és egy országos díjátadót szervezünk, hogy azok a településeink, általában a kisebb települések, akiknek kisebb erőforrásuk van környezetszépítésre, ők is hírnevet szerezzenek maguknak a saját régiójukban, minél többen megismerjék, hogy kik azok, akik erre nagy igényességgel készülnek erre a versenyre, és így több emberhez jut el regionálisan az üzenet, hogy az adott kisfalu ebben a versenyben akár 20-25 éve részt vesz és eredményesen szerepel. A városban folyó zöld program a szőlőművelés és a város virágossá tételének elismeréseként kapott Szekszárd város külön díjat az eseményen. Szekszárd az elmúlt években kiemelkedően szerepelt a Virágos Magyarország kezdeményezésében, többször kapott már elismerést az elvégzett munkáért. Nagyon örülök neki, hogy most a régióban tulajdonképpen ebből a szempontból a Szekszárdra irányul a figyelem. A legkisebb megyeszékek vagyunk a három közül, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük azt, hogy végre egy jelenetet ide jön hozzánk Szekszárdra is. Néhány évvel ezelőtt tulajdonképpen, hogy a Szépítsük Együtt Szekszárd programot, azt mi kezdeményeztük és a város indította el. Most ezt szeretnénk egyébként újraéleszteni. És ez elsősorban a lakosság részvételével, cégek részvételével zajló közösségépítő program volt, de ennek egyfajta előzménye a Virágos Magyarországnak így is felfoghattuk, és tulajdonképpen ezzel vezettük fel a várost. A Virágos Magyarországnál ugye az a lényeg, hogy az adott település mennyiben szépíti a környezetet. Amikor élhető városról beszélünk, nagyon fontos az, ami sok elemből tevődik össze, hogy érzik az emberek ott magukat. Ennek az, hogy virágosak a köztereink, szépek a köztereink, mindenféleképpen egy fontos alkotóeleme lehet. Az önkormányzatnak, a városnak példát kell mutatni, és biztos vagyok benne, hogy a közterek szépek, és mondjuk megfelelő világágyásokkal veszük körül magunkat, és megfelelő világokkal veszük körül magunkat, és szép látványt nyújtanak, akkor a magánemberek otthon a saját házuk környékén is igényesek lesznek arra, hogy hasonló környezetet tudjanak teremteni. És tulajdonképpen ennek az akciónak, amely 26. alkalommal került megszervezésre 2019-ben, ez az egyik fő célja és fő üzenete. Szekszárd a zöld város program keretében tovább kívánja majd növelni a belvárosi zöld terek és parkok számát. Valóban kettő problémát kell megoldani. Én mindenféleképpen zöldpárti vagyok, és szeretem a fű felületet, meg szeretem a zöldet, meg szeretem a fákat is. Tehát a városközpontnak az átalakítása kifejezetten a lakosság igényével egybe csengően egyébként úgy fog megtörténni, hogy a zöld felületek arányát tudjuk növelni. Ezt meg tudjuk oldani, hiszen a Luther tér, vagy éppen a 160-as és mozi közötti rész az egy beton dzsungel, semmi értelme nincsen, nyáron süti a nap és iszonyatosan meleg, elviselhetetlen, télen meg nagyon hideg, szeretnénk megszüntetni, ott parkot építeni, viszont ezzel, hogy növeltük a zöld felületet, eleget tudunk tenni annak a szintén a szexuálják által megfogalmazott kérdésnek, hogy növeljük a parkolóhelyek számát is, és itt a belvárosban mindenféleképpen több száz parkolóhelyet szeretnénk a következő években megnöveli a befogadó képességet, hiszen a gépjárműállam olyan dinamikusan nő, amit nagyon nehéz lekövetni. Ezt próbáltuk, hiszen az elmúlt évben 200 parkolóhelyet építettük, új parkolóhelyet, most ezt majd újabb 200-300-an meg fogjuk növelni a következő három esztendőben.
A díjazott települések az európai versenyen eddig 9 arany, 25 ezüst és 10 bronzérmet szereztek. További 10-et pedig Európa díjjal jutalmaztak. Több mint 2000 zarándok vett részt a bátai Szentvér templomnál megtartott szentmisén, a misét Erdő Péter bíboros celebrálta. Harangszó hívta misére a híveket és zarándokokat szombaton a bátai Szentvér kegyhelynél. Mátyás Márta a családjával érkezett ide, bár Baranya megyében élnek, minden évben elzarándokolnak Bátára. Mi Somberekről érkeztünk, 8-an kis busszal, és ő a nagyobbik, a kisunokám. Somberek nincs messze, és akkor ide elhoztam. De minden évben el szoktunk jönni ide Bátára. Mi miatt szeretnek ide jönni? Hogy feltöltődünk lelkileg. A zarándokok legtöbbje kora reggel gyalogvágott neki a Szekszárdbáta vagy a Mohácsbáta távok valamelyikének. Láncsokról jöttünk, és hatan jöttünk Láncsokról, de Mohácsról zarándokoltunk gyalog. Hogy néz ez ki? Mikor indulnak? Mennyire kimerítő egy ilyen út? 7 órakor indultunk, és olyan 3-4-2 körül értünk ide. És miért vállalják ezt a hosszú utat? Mert ez jót tesz a lelkünknek. A bátai kegyhely nem véletlenül az egyik legnépszerűbb hazai zarándok célállomás. Ez az ország egyetlen olyan Szentvér kegyhelye ugyanis, amit kifejezetten az 1938-ban Magyarországon megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus emlékére építettek újjá. Ez egy nagy világméretű, nagy katolikus találkozó, így is szoktam mondani, egy nagy világméretű szentségimádás. Akkor az a gondolat merült föl a magyar egyház vezetőiben, hogy egy feledésben merült Szentvér kegyhelyet is felújítanak. Ugye ma Magyarországon általában Mária kegyhelyeket ismerünk. Ennek az országos összefogásnak az eredményeként épült föl a Szentvér templom, és indult el Bátán a Szentvér kultusz és a Szentvér kegyhelynek az alakulása. Most, amikor ismét 2020-ban Magyarország ad otthont ennek a nemzetközi eukarisztikus találkozónak, most is felvetődött a Pécsi Egyházmegye püspökatyában az a gondolat, hogy fontos volna ezt a kegyhelyet méltó módon előkészíteni erre az eseményre, ezért egy nagy Európai Uniós pályázat keretében ugye látható módon, nagyon látványos módon megújult a kegyhely, ugye a templom kívül belül új szabadtéri oltár, a középkori romokat láthatjuk nyomokban, tehát valóban méltó módon várja az ide zarándokolókat, illetve én úgy gondolom, hogy méltó eseménye, egyik eseménye lesz majd, vagy előkészületi eseménye lesz majd az eukarisztikus kongresszusnak is, amelyet 2020-ban Budapesten, szeptemberében Budapesten tartanak. Itt a bátai Szentvér templomban egy krisztusi ereke is pihen néhány éve, emiatt is különösen fontos hely ez a híveknek. A középkorban egy eukarisztikus Szentvér erekéje volt a templomnak, ezt a törökök elpusztították. 2017-ben Udvardi György püspök atya kért Garam Szent Benedekről, a nyitrai püspök úrön keresztül egy erekje részt Jézusnak az arckendőjéből, és ebből van itt most egy erekje, tehát most is van Szentvér erekénk. A zarándoklat részeként Erdő Péter esztergomi bíboros tartott szentmisét. 80 éve annak, hogy újjáépült a bátai kegytemplom. Ma pedig azt is ünnepeljük, hogy felújították ezt a lényegében mégiscsak modern stílusú bazilikát. Ennek a búcsújáró helynek az újabb története szorosan összefonódik az eukarisztikus kongresszusokkal. A késői középkorban már nagy jelentőségű Szentvér búcsújáró hely volt Báta, de a török időkben elpusztult. 1539 és 1939 között romokban hevert a régi szentély. A magyarországi egyházfő arról beszélt, hogy a bátai kegyhely már a törökdulás előtt is fontos egyházi helyszín volt, ezért az egyik legfőbb feladat, hogy a felújított Szentvér templom a 2020-ban újra Magyarországon megrendezésre kerülő eukarisztikus kongresszus után is eleven központja tudjon maradni a hazai katolikus kultusznak. Legyen ez a kegyhely nemzetközi viszonylatban is egy vonatkozási pont, ahol hitünknek egy nagyon lényeges igazságával találkozunk. Isten áldja meg az egyházmegyét, Isten áldja meg ezt a kegyhelyet. A bátai zarándoklat körmenettel ért véget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!